Sziasztok! Szombat reggel van, és nem tudom elmondani, hogy mennyire nagyon boldog vagyok, mert hivatalosan is vége ennek a szemeszternek az egyetemen, és most éppen hazafele vezetek az utolsó vizsgámról. Végre készülhetek a karácsonyra, lesz időm vásárolni karácsonyi dolgokat, lesz időm vásárolni karácsonyi ajándékokat, és lesz időm végre vlogolni. Délután pedig találkozok az egyik barátnőm. Kérdeztétek tőlem Instagramon, hogy jobb vlogolni angolul vagy magyarul. Azt mondtam, hogy angolul azért kényelmesebb elsősorban, mert a legtöbb barátom itt angol nyelvű, tehát nem beszélnek magyarul, és néha kellemetlen, hogyha elkezdek vlogolni és beszélek a kamerában magyarul, ők meg nem értenek semmit. Megoldottam a problémát. Az egyetlen magyarul beszélő és magyarul értő barátnővet elhívtam ma magammal, hogy legyen benne a vlogomban. Szerencsére igen mondott. Meg fogom mutatni, hogy készülök a karácsonyra, és hogy töltöm ezt a hétvégét. Most készültem el, és most fogok elindulni találkozni a barátnőmmel. A rúzs, ami rajtam van, az a másik Kylie Jenner rúzs, amit rendeltem. Mi ez a szín. Teljesen őszinte leszek, egyáltalán nem vagyok tőle elájulva. A képen ilyen májvás rózsaszínesnek tűnt, és hát valóságban nem is tudom, barnás talán? Amúgy lehet, hogy nem ronda, csak az én bőrtonusomhoz nem illik. Lehet, hogyha sötétebb lenne a bőröm egy kicsit, akkor jobban állna. Úgyhogy szerintem oda fogom adni a kicsi hugomnak, mert ő nagyon szereti a rúzsokat, és neki kicsit kreolosabb a bőre, mint az enyém. Ez megy a hugomhoz Magyarországra. És itt a barátnőm, Dóri, vagy Dóra, nem tudom, hogy szereted jobban. Lana Dóra az. Oké, szóval Dóri. Megyünk menni, enni valamit. Hova megyünk enni? Egy vietnámi kis étterembe, Viet Noodle Bar az a neve, és nagyon sok vegan opciójuk van, és nagyon-nagyon-nagyon finom. Priről azt kell tudni, hogy teljesen vegan, már nagyon régóta. Már régóta. Én pedig változtatom át az egész diétámat arra, hogy teljesen vegan legyek. Egy terméket én már nem eszek körülbelül egy ilyen 3-4-5 éve. Rengeteg ötletet ad abból, hogy miket tudok főzni. Mivel ez a hétvégi vlog, ez arról szól, hogy ugye a karácsony, meg a karácsonyra készülődés. Mézes kalácsot. Vegan mézes kalácsot. Ami azt jelenti, hogy méz nélkül készül, meg tojás nélkül készül, semmilyen tejtermék nincsen benne, alapul nincsen a mézes kalácsot. Lehetnétek egy olyan vlogot? Jó, hogyha szeretnétek, hogy csináljuk vegan mézes kalácsot jövő hétvégén, akkor ezt írjátok meg a kommentbe, vagy lájkoljátok a videót, és megcsináljuk. Most itt vagyunk az étteremben, és a Dóri rendelt egy falt, a legfinomabb leves a világon, de komolyabb. Én pedig egy ilyen, mi a magyarul? Mi tekercs, ilyen hikama tekercs. A hikama, mi is pontosan a hikama? Fogalmam nincs. Ez egy gyümölcs? Nem tudom. Lehetek, hogy milyen jelhívtam a magyar nyelven beszélő barátnőmet, és ő se tudja, hogy mit jelentenek a dolgok. Arról beszélünk éppen ebbe a hihetetlen napfényben, hogy készülünk a karácsonyra. Ja, minden más? Alapvetően itt hamarabb felállítják a karácsonyfát, mint otthon. Igen. Ez mondjuk egy első már hálaadáskor. Már hálaadáskor pontosan felállítják a karácsonyfát. Nekem mondjuk a tradíció az hiányzik ebből a szempontból, hogy 24-én én a családommal állítottam fel mindig reggelente, díszítettük, és én ezt nagyon szerettem. Itt viszont tényleg nagyon hamar. Nagyon túlzásba is tudják vinni így ezt az egész karácsonyi díszítést. Az előbb elment egy jeep, aminek tulajdonképpen Rudolf kinézete volt, hiszen volt két cuki szarva, meg egy nózia. Én ezt szeretem, én ezt imádom, hogy meg lehet mindenhol. Szukni. Itt meg fel van a disztapám a fák. Mondjuk azt, nekem annyira nem tetszik, vagy hiányzik a szaloncukor. Neked nem hiányzik a szaloncukor? Nekem van szaloncukrom kell. Kérlek szépen, aki ilyen VIP. De 24-e az nem a szenteste. Nem, 25-e, ami a karácsony. De amúgy mi mindig szoktuk a 24-én este ünnepelni, és akkor 25-e meg elmegyünk barátokhoz. Mi is úgy tervezünk. Meg hát utána úgy is gondolom, mi együtt is fogunk hálni. Ennek a boltok nagyon-nagyon sokáig nyitva vannak. Igen. Tehát mint Magyarországon bezárnak általában 8-kor, 9-kor. Itt 9 előtt nem zár be semmi. De simán nyitva vannak ilyen éjfélig is akár, hétköznaponta. És igen, az a durva benne, hogy bemész
És a boltba, és sorba kell állnod egy órát. Karácsony az teljesen mindegy, hogy hol élsz. Igazából arról szól, hogy a családoddal törzs, vagy a barátaiddal, vagy azokkal, akiket szeretsz, és hogy megnyugodj, és felkészülj az új évre. Ennyi, hogy érezzétek jól magatokat, süssünk valami jót. Nem tudnátok, a Dóri az, aki ezeket a gyönyörű pillákat varázsolta nekem. Nem viccelek, a legügyesebb egész Los Angelesbe. Komolyan mondom, tényleg. Lehet kirulni jobban egyébként? Ja, tudod, olyan. Nem sokára meg lesz csinálva a szemöldöket. Nagyon szép így is. De nem kell majd minden nap ezt festegetni. És ez milyen jó lesz. És nem kell, praktikus. Nem kell festenem a szemöldökömet, nem kell festenem a szempillámat, úgyhogy igazából csak fölkelek, és én leszek, mint Beyoncé. Már csak a száját kell festenie. Még. Köszönöm, hogy itt voltál ma velem. Köszönöm, hogy itt lehettem. Remélem, hogy jövő héten akkor meg tudjuk csinálni a vegan mézes kalács. Azt gondoltuk, hogy elmegyünk csak smink dolgokat vásárolni. És kipróbálunk mindent. Tehát alapozó, szemhéjra valami, igen, rúzs, tehát mindent, amit el tudtok képzelni, ezt mindent elmegyünk a Sephora-ba. És írjátok össze, hogyha van bármiféle kíváncsi, hogy mit akartok, hogy mit próbáljunk ki. Kíváncsi akartok, igen, Anastasia Beverly Hills. Mindennel jó. Jó, oda elmegyünk, mindenfélét vásárolunk, és együtt ki fogjuk munkat sminkelni, és ki fogjuk próbálni, hogy milyenek azok a dolgok, amiket vásároltunk, úgyhogy írjátok meg, hogy miket szeretnétek látni. Hiszen most ennyi. Sziasztok! Szóval most értünk ide a Grove-ba, nem tudom, hogy halljátok, amit mondok, mert nagyon-nagyon nagy a hangzavar. Itt van Bentley is. Bentley! Itt lefekszik a piros szőnyegen, és hát hempereg. Föl kellett venni a Bentley-t, mert annyira nagy a tömeg, hogy ráléptek szegének a lábára, úgyhogy vettem vegan fahéjas csiga alapot, ami így néz ki, és most ezt fogom elkészíteni. Felmelegedjen a sütő. Közben arra gondoltam, hogy megmutatom nektek, hogy hogyan dekoráltam lakásunkat. Hogyha kimegyek, akkor így néz ki az ajtó kívülről, és csak simán felakasztod erre, és ez a kis akasztó, ami látható ott fölül, ezt csak simán beakasztod az ajtónak a tetejére itt. Idén egy ilyen rózsaszínes, ezüstös, rózgoldos témát választottam, ahogy már elmondtam. Tetejére egy ezüst díszt választottam, mert megmondom őszintén, hogy azért, mert sajnos nem volt rózsaszín, nem találtam sehol, legalábbis nem olyan, ami tetszett. Ilyen rózsaszínes, ezek is az összes ilyen rózgoldos, meg egy-két ilyen gyémánt díszt is. Eddig ez a kedvenc karácsonyfám. Imádom, hogy vannak ilyen nagyobb gömbök, vannak kisebbek, vannak ilyen nagyon aprók is, ezen kívül vannak ezek a kis csillámosok. Azt hiszem, ez a kedvencem. Hát nem is tudom. Nem, lehet, hogy ez a kedvencem. Mindegyik a kedvencem. És ez itt van benne a hálószobában, ez pedig teljesen arany. A tetején is arany, az összes gömb arany. Minden az ágyból, hogyha ránézek, akkor ezt látom. Vasárnap reggel van, és gyorsan el kell mennem beszkennelni egy-két dolgot, de délután pedig el fogok menni karácsonyi ajándékokat vásárolni, amit nagyon szívesen fölvennék, de sajnos nem tudom, mert akiknek vásárolok, nem akarom, hogy meglássák, hogy mit fognak kapni. Mutatom gyorsan, hogy mibe vagyok. Csak ebbe az egyberuhába egy arany öv, fekete harisnya, azért mert sétálni fogok, és nem akarok magas sarkóba menni, és
Igazából ennyi. Itt vagyok a Rodeo Drive-on, és már megvettem az egyik ajándékot, a legjobb ajándékot, de sajnos annyira szívesen elmondanám nektek, hogy mit vettem, meg hogy hol voltam, de elmondanám akkor annak, akinek vettem az ajándékot, az megtudná, hogy mit kap, úgyhogy sajnos nem mondhatom el. Ezt a csomagoló papírt választottam, ami hát azért választottam ezt, mert ebbe is van egy rózsaszínes árnyalat, és gondoltam, hogy akkor ez jó, mert pont passzol a karácsonyfához. Most eljöttünk vacsorázni egy étteremben. Ez egy olyan étterem, hogy befizettünk bizonyos összeget, és utána ilyen az egész ilyen svéd asztal, szóval azt hiszem takart, és ez teljesen praktikus, mert nincs az, hogy valaki nem szeretne, hanem akkor itt mindenféle van. Ittó levessel kezdtem, és utána pedig tudom menni a következő körre. Most értünk haza a vacsorából, és gondoltam, hogy akkor én most be is fejezném ezt a vlogot. Remélem, hogy tetszett nektek ez a készülődés a karácsonyra című vlog, és jövő héten, ha minden jól megy, akkor fogok csinálni egy vegan mézes kalás sütős beszélgetős videót, úgyhogy, hogyha akármi kérdésetek van, azt írjátok itt meg a kommentben, és azt szívesen megválaszolom a legközelebbi videóban. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, és találkozunk jövő héten. Sziasztok!